Sziasztok, Kömke vagyok. Ez pedig a Minden, ami családi ház vlog adása. A most megtekintendő videó 5 ingatlan háznézését tartalmazza. Kicsit ilyen road movie jellegű az egész. Érdemes végignézni, ugyanis a videóban elhangzott következtetések és végső konklúzió levonása után teljesen más lett az irány, amit vettünk. Kis spoiler, ebből az 5 ingatlanból lett végül kiválasztva az, ami megvásárlásra került, viszont nem az, amit én javasoltam, illetve ami így a szemle során látszódott. Azt tudni kell, hogy ezt, ami a videóban elhangzik, én ezt közvetlenül a szemle után veszem fel, tehát még bennem kavarognak azok a dolgok, amiket láttam, és amiket megbeszéltünk a vevőjelölttel, de a végső következtetések, illetve az esetleges áralkuk és stb. Az már nem ebben a videóban került rögzítésre, hanem így, ahogy most ezt csinálom, ez egy ilyen kis plusz kiegészítéssel lesz majd a videó végén, hogy melyik ingatlan lett a végső, és az is érdekes, hogy milyen áron. Sziasztok, Kömke vagyok! 5 darab ingatlant voltam megnézni egymás után egy vidéki kisvárosban. Sokszor elmondtam már, hogy ha tőlem viszonylag messze van az adott város, ahol ingatlant kell nézni, érdemesebb lenne egymás utára szervezni az ingatlanokat, hiszen ilyenkor a kiszállási költség az csak egy ingatlannál jelentkezik, többire el fog oszlani. Ezért is néztem egyszerre 5 ingatlant, a vevőjelöltnek sikerült egymás utára szerveznie. Tanulságos volt, nagyon hosszú lesz, úgyhogy ennek megfelelően ez inkább egy ilyen road movie jelleg. Próbálom majd ábrákkal, illetve fotókkal is magyarázni, hogy miről van szó. Előzetesen átküldésre kerültek a hirdetések, ezért már volt egy elővéleményem, illetve szűrtünk is elő a hirdetések közül, és így alakult ki az, hogy 5 darab ingatlant nézünk meg. A legelső ingatlan az egy 60-as, 70-es években épült, hát nem kádárkocka, mert egy T-alakú épület, tehát T-alaprajzú épület, beton födémmel, sima sátortetővel már, mint a T-alakra, inkább úgy mondjuk, hogy kontyolt nyeregtetővel, szalagcserépfedéssel, teljesen full felújítandó állapotban, jó környéken, viszonylag jó telekkel. Az átküldött hirdetésre előzetesen annyit írtam, hogy keskeny a telek, és a szomszédok elég magasak. Az nagyon fontos tudni, hogy az ingatlan, tehát a vevőjelölt kiment előtte megnézett minden ingatlant, készített egy pár fotót, és tudta nekem a pontos házszámot elküldeni. Ez a Street View miatt fontos. Nagyon sok mindent látni lakókörnyezetben, tájolásban, egyebekben, akár már így előszűrésre az ingatlannal kapcsolatban. És itt a Street View nézete alapján látszódott, hogy a szomszédok már újabbak, újjáépítettek, mindegyik megmagasított. Tehát sokkal magasabbak, mint ez a pici kis házikó. És ezért írtam azt, hogy a szomszédok elég magasak, ebből benapozási probléma lehet. És az is látszódott a Google alapján, hogy szinte csak hátrafelé lehet bővíteni az épületet, mert nagyon keskeny a telek. Ami egyébként a helyszínen bebizonyosodott, hogy nem így van. Ugyanis a Street View-n annyi látszódott, hogy a szomszéd, a jobboldali szomszéd mellett van még egy ilyen 3 méteres sáv, ami le van murvázva, és az teljesen úgy nézett ki, mintha az a szomszédhoz tartozna. Nem így volt, tehát 3 méterre szélesebb a telek, mint amit én láttam, előre láttam, a fotók meg minden alapján. Úgyhogy ez a bővítési dolog, ez így nem volt igaz. Az épületről annyit kell tudni, hogy teljesen sima, akkori technológiának megfelelően épült, tehát téglafal, geréptokos nyílászárók, betongerendás födén betontálcával, viszont a betongerendák azok nem ilyen kis méretre voltak méretezve, tehát nem FF betongerendák lettek berakva, hanem G gerendák, sokkal magasabbak, sokkal nagyobb teherbírásúak. Feltételezem, hogy akkor ezt kapták, és simán rátették erre a kis fesztávra is. Tetőszerkezet az teljesen kuka, felújítandó. Ami még fontos, hogy a T-alakú épület mögé építettek még egy nyári konyhát, amit viszont alá is pincéztek. Ez abban a szempontból fontos, hogy van egy adott belmagasságunk, és a betongerendás födén miatt
nem fogunk tudni feljebb menni, a kő lábazat miatt nem nagyon tudunk lefelé menni a padlószerkezetnek a modernizálásával, hőszigeteléssel, vízszigeteléssel. Ezt egy korábbi videóban kifejtettem, hogy miért így van. Ezért nagyon fontos az, hogy elférünk-e valahogy a szerkezetekkel, a felújítandó padlószerkezettel, és hát a pincefödémnél nem tudunk lefelé menni, csak fölfelé. Ebből fakadóan viszont a belmagasságunk az megvan szabva. Ami nagyon rossz az épületnél, hogy maga a főépületnek a traktusa, tehát a T betűnek a felső szára, mert itt az minősül a főtraktusnak, az egy 480 szélességű épületrész. Kettő szobára nem tudott szétosztani 480-at, leveszel belőle egy 10 centis válaszfalat, 235-re tudott szétosztani, teljesen élhetetlen. Magyarul jelentős, mindenképpen jelentős bővítés kell, mert az épület alapvetően picike. Amire a vevőjelöltnek szüksége volt, ahhoz az épületet elől is kellene bővíteni, oldalirányba, tehát az utcafronti szakaszon, amire azt mondtam, hogy nem lehet, mert előzetesen azt láttam, hogy keskenyetelek, de nem így volt. Valamint hátrafelé is kellene bővíteni, hogy oda lehessen rakni a nappali konyha étkező részt, viszont ehhez el kéne bontani az elég rossz állapotú nyári konyhát pincével mindennel együtt. Le kell bontanunk a tetőt a régi épületről, mert nagyon rossz állapotú, meg hát össze kell hozni az összes többivel. Nagyon rossz a T-alaknak a szára, tehát ez az alsó szára, ami így oldalt néz, az gyakorlatilag egy beépített tornácos előszoba, rendkívül korszerűtlen szerkezetekkel, üvegfalakkal, mindennel együtt. Ezt is javasolt elbontani, mert ez nem úgy a lakóépület szerkezeti része, mint maga a T betűnek a szára. Tehát mink marad, gyakorlatilag marad a kis épületből egy 480-as, rendkívül rossz beosztású, rosszul beosztható fő épületrész, a négy fallal, egy födémmel és egy kőlábazattal. Tehát a végső konklúzió, ja, és a telek tájolása nem igazán ideális, mert utcafront felé van dél, tehát ha hátra rakunk egy nappali konyha étkezőt, az elég sötét lesz meg eléggé rossz lesz tájolásilag, mármint eltér az ideálistól. Tehát magyarul ez a telek, vagy ez az ingatlan, ez telekárban ér valamit, hiszen minden mást el kell bontanunk, illetve jobb elbontani, és teljesen új szerkezetet építeni a helyette. Így meg már azért a vételár nem igazán stimmel. Ugorjunk a következő ingatlanra. A második ingatlan egy felújított kádárkocka volt, a hirdetés alapján. Téglafallal, tetőcserélve lett, új nyílászárók, stb. Hirdetés alapján én annyit írtam, hogy a nyílászárók régi tokba vannak belerakva, tehát így nem ér semmit, régi geréptokba vannak berakva az új műanyag nyílászárók, majd lesz erről külön videó. A tető az pedig csak lécezve és cserepezve lett, maga a tetőszerkezet az maradt a régi. Ez nem csak a hirdetésben lévő fotókból derült ki, hanem a vevőjelölt az kiment, átnézte, fotókat csinált a tetőről. És azt írtam még erre az ingatlanra, hogy ez is így teljesen teljes felújításos, mint a korábbiak. Tehát fűtési rendszer, villany, víz, külső hőszigetelés, nyílászárók, gyakorlatilag padlószerkezet, mindent fel kell újítani ahhoz, hogy egy komfortos épület legyen belőle, és a vevő jelölt négyzetméter igényeihez képest még bővíteni is kell. Az igények ugyanazok, mint a korábban, melyiket válasszam a két kádárkocka közül című videómban van, ugyanaz az ügyfél, ugyanaz a város. Nézzétek vissza, lényeg az, hogy három szoba, konyha, nappali, étkező, körülbelül 105-110 négyzetméterre van szükség. Helyszíni fotók és az ingatlan hirdetés alapján ennyi derült ki előzetesen, úgyhogy a többit azt én láttam már, illetve én néztem. Hogy rövidre zárjam a dolgot, körbenéztem az ingatlant, tényleg teljesen felújításos, gyakorlatilag beigazolódtak a félelmeim, viszont a tetőszerkezet, annak ellenére, hogy meghagyták a régi tetőszerkezetet, tök jó állapotú, tehát nem kell effektíve hozzányúlni. És a tetőtérben ért egy nagyobb meglepetés, ugyanis a falaknak a teteje vályogtéglával volt kirakva. Aztán, ahogy mentem visszafelé,
tehát lefelé a padlásról, ott is találtam olyan falszakaszt, ahol látszódott, hogy a vakolat le volt esve, egy bizonyos részen látszódott, hogy részben vályog a falazat. Ekkor már tudatosan néztem a lukakat, réseket, egyebeket. Látszódott bent az épületen belül is, ahol le volt esve a vakolat, hogy agyagvakolat van a falazaton. Tehát nem meszes vagy cementes vakolat, hanem agyagvakolat. És végül így összerakódtak a dolgok, több helyen megnézve, több helyen feltárva, hogy ez bizony egy vegyes falazatú épület, annak ellenére, hogy a falvastagság az csak a sima kisméretű téglás standard méreteket hozta ki. Ezek az épületek úgy épültek, hogy minden második vagy harmadik, inkább harmadik sora az kisméretű tömör téglás, és közötte vályog tégla van. Viszont ebből fakadóan a ház az vályog házként működik. Tehát a tégla benne az csak szilárdságilag ad némi pluszot, de ettől függetlenül, ha ez vályogház és vizesedik, ugyanúgy szétcsúszik, mint egy vályogház. Na, innentől kezdve ez az ingatlan ki is esett a pixisből. Hát itt már azért egy kicsit húztuk a szánkat, mert hogy az 5-ből 2 az teljesen ki is esett. Úgy szerveztük le az ingatlanokat, illetve úgy kértem a szervezést, mivel hogy viszonylag egymáshoz közel voltak az ingatlanok, hogy óránként menjünk a következőre. Általában nekem 25-30 perc átnézni egy családi házat, a műszerekkel lefotózni, stb. És utána van még időnk átbeszélni az adott ingatlanokat. És akkor minden ingatlan szemle után beültünk az autóba, átbeszéltük, hogy mit láttam az adott ingatlanon. Hát itt kapásból az első két ingatlan az teljesen kizáródott a kalapból, mert ezek nem voltak jók. És a harmadik ingatlan az már nekem volt előzetesen nagyon rossz kinézetű, meg nagyon le volt pusztulva, ehhez képest az ára annyira nem volt vészes. Azt írtam a hirdetés alapján az ingatlanra, hogy így gyanúsak a falvastagságok, előfordulhat, hogy vegyes falazat, nem tégla van a hátsó részem. Tájolása és sűrű beépítettsége miatt meglehetősen sötét. Tetőszerkezet és födém kérdéses, vannak kétségeim, hogy betongerendás-e, ahogy a hirdetésben írták, ugyanis a hirdetésben azt írták, hogy betongerendás födém van, tehát a tetőtere beépíthető. Az utcában egyik hasonló épületnek sincsen beépítve a tetőtere, szóval ez minimum gyanús. Ezt írtam vissza a hirdetés alapján, illetve a fotók alapján, amiket átküldött az úriember. Itt is a Street View volt a segítségemre. Az összes többi szomszéd, ami mellette van, illetve az utcában sok ház, nagyon hasonló jelleggel épült, és egyiknek sem volt beépítve. Fel voltak újítva, némelyik fel volt újítva, egyiknek sem volt beépítve a tetőtere. Na most ez a legegyszerűbb és legolcsóbb bővítési módszer, hogyha van egy nagy tető, van egy nagy padlásterünk és betongerendás a födém, akkor értelemszerűen beépítjük a tetőterét. De az, hogy egyik ingatlanban sem volt ez a szomszédok közül megcsinálva, minimum gyanúsá tette azt, hogy fafödén vagy betongerendás födén van-e. Amikor kimentünk az ingatlanra, akkor azt láttam, hogy tényleg rendkívül, sok éve nem lakják, rendkívül lepusztult az ingatlan, tehát minimum teljes felújítás kell rá. Az utcafronton már látszódott, hogy 4-5 centi nagyon rossz minőségű vakolat van rátéve az ingatlanra, nem agyagvakolat, rendes mész homok vakolat, de rendkívül gyenge minőségű, szépen vált le az egész, meg táskásodott föl. Szemlét most kivételesen hátul kezdtem a tetőtérben, illetve a padlástérben. A padlástér meglepetésemre le volt terítve üveggyapottal. Érdekes volt, hogy a ház teljesen hőszigeteletlen, szarszerkezetű, szargépészetű, de a földémet leterítették, mindegy, lényegtelen. A tetőszerkezete az régi, de elég jó állapotú, kerámia cserép fedéses, nincsen fóliánk, nincsen ellenlécünk, a tetőlécek közül sok meg van hajolva már, mert a kerámia cserép, tehát a mázatlan kerámia cserép, az áttengedi magába a nedvességet, egyrészt megszívja magát és megnő a súlya, másrésztről pedig átvízesedik a tetőléc is, és szépen eldeformálódik az évek alatt. De azért annyira a fagerendák, tehát a szarufák osztástávolságai nem voltak nagyok, hogy
kizárjuk azt, hogy erre simán visszakerüljön egy normális cserépfedés, bramak tetőréccel, nem sima tetőréccel, és akkor nem fog behajolgatni. Az épületről annyit kell tudni, hogy egy L-alakú épület, az L-alaknak az utcafronti részén van egy nyeregtető, a hátsó részen pedig egy féltető van, a szomszéd felé egy hatalmas oromfallal. Ezeknél az ingatlanoknál nagyon fontos az, hogy az oromfalnak milyen az állapota, ugyanis és a tetőszerkezetnek. Ugyanis az oromfal és a tető azok egymást támasztják. Ha elveszed a tetőszerkezetet, akkor nagy valószínűséggel meg fog recsenni az oromfal is, illetve ha az oromfal meg van recsenve, el van repedve kifelédől, befelédől, akkor nagy valószínűséggel a tetőhöz is hozzá kell majd nyúlnod. Tehát ez a kettő, ez nagyon együtt jár. Az, hogy a közvetlen telekhatáról lévő épületen egy hatalmas, 6 méter magasan oromfalat kell újrahúzni, hát nem egy olcsó történet. Mivel ugye ez tűzfal, ezért ezt nem építheted meg könnyű szerkezetből, mert nem lesz tűzgátló, illetve nem javasolt megépíteni. Tehát ennek van merevítő pillérek kellenek, ennek van egy rendkívül magas költsége, több millió forintról beszélünk, ha ezt pótolni kell. Úgyhogy nagyon fontos volt, hogy milyen állapotú a tűzfal és milyen állapotú a tető. Hála Istennek normális állapotú volt. Viszont a födém az sima fafödém, borított fafödém, tehát azt jelenti, hogy alul deszka, pakolatnád, gerenda, fölötte deszka, és hát van rajta egy agyagtapasztásos réteg, vagy sártapasztás, és azon van rajta, amit említettem már, az üveggyapotot. Tehát az, amit előre sejtettem, tényleg nem betongerendás a födém. Úgyhogy ez a tetőtér beépítését már meg is buktatta. Bementem az épületbe, lepusztult állapot, nem vártam túl sokat, viszont a nedvességmérő műszer alapján a fal rendkívüli módon nedves mindenhol, illetve nagyon sok helyen. Ez arra utal, hogy nem az, hogy elhanyagolt az ingatlan és itt-ott esetleg beázott, hanem konkrétan nincsen a fal alatt vízszigetelés, tehát alulról szívja fel a talajpárát, talajnedvességet. Ez azért rossz hír, mert ez rendkívül magas plusz költséget jelent, illetve plusz munkát jelent. Lemezbeütéssel pótolni kell a vízszigetelést mindenhol, kiütni a belső falakat, a válaszfalakat, és a belső főfalak alatt is kell. Tehát ennél az ingatlannál ez ilyen 3 és 4 millió forint közé tehető, mire elkészül ez a beütött vízszigetelés. És azon a felújítási költségen kívül, amit így előre lehet 200-250 ezer forinttal számolni négyzetméterenként, azon felül van ez a költség, pluszban az egész épületben le kell verni a vakolatot, mert ez a 4-5 cm rendkívül gyenge minőségű vakolat, ez nem lesz tartható, úgyis le fog jönni, nem érdemes pótolgatni, nagyon szarrá festeni, kijavítani, le kell verni az egészet. Ez egy olyan másfél 2 millió forint, mire újra lesz vakolva az egész épület. Ezek pluszban rájönnek arra, hogy felújítsuk az egészet. Alapterületben egyébként kiadná az igényeket, tehát azzal nincsen probléma. Ami a vevőjelöltnek egy kérdés volt, illetve problémaként felvetült, hogy a hátsó L-alakú rész, mivel hogy elég sűrűn van beépítve az ingatlan, mindegyik ilyen tűzfalasan van egymás mellett, eléggé sötét lesz. Tehát ha oda van berakva a kert felé egy konyha étkező nappali, az hogy fog fényt kapni, hiszen a tűzfalak meg a szomszéd közelsége nagyon beárnyékolják. És akkor erre volt az a javaslatom, hogy mi lenne, ha a fafödémről leszednénk a burkolatot, alul is, fölül is, tehát kinyitnánk az egészet. A tűzfal és a féltetőnél lenne egy nyitott fedélszékünk, és a tetőbe be tudunk rakni tetősikablakot, ami fényt biztosítana annak a nagy térnek, amiből kialakulhat a konyhanappali étkező. Tehát egyrészt egy tök dizájnos lakóépület tud kialakulni, van benne rendkívüli módon fantázia. Másrészt pedig viszonylag normális költséggel megoldható az, hogy az mégiscsak napfényes és világos legyen. Az ingatlanról annyit kell tudni, hogy árverésem van. Az első árverés az elbukott, mert annyira nem vitték el. A mostani következő árverést, az 10 millióval engedték lejjebb az árát. Ez már ebben a városban gyakorlatilag majdnem telekár, tehát várhatóan itt azért lesz érdeklődés rá. Én azt gondolom, hogy a 10 milliónak a felét azt legalább föl fogják srófolni, és akkor itt az a nagyon nagy kérdés,
hogy összköltségben mit jelent az egésznek a felújítása, illetve javítása azoknak a dolgoknak, amire szükség van. Most így előzetesen azt tudom mondani, illetve azt számolgattuk, hogy ez ilyen 50 millióba állna meg körülbelül ennek a komplett felújítása mindenestől. Ha így összeszámoljuk, akkor ez ilyen 80, 85, inkább 90 millió lesz, amire megáll az ingatlan, kompletten felújítva mindenestől. Nagyon jó helyen, közvetlen iskola közelség van. Van egy szűk gépkocsi bejárat hátrafelé, úgy szűk, hogy 2,45, tehát nem minősül igazán szűknek, de nem 3 méteres a bejárat, de személygépkocsival tök jól járható, és akkor hátul igazából övéké teljesen az intim kert, úgyhogy ebből egy tényleg tök jó ingatlan kihozható, mindazon ellenére, hogy szerkezetileg mit mutat most az épület. Nagyon fontos, hogy ezt is csak akkor érdemes megvenni, vagy akkor javasolt megvenni, ha a jelenlegi jobboldali szomszéd írásban hozzájárul ahhoz, hogy az ő oldalára a homlokzati hőszigetelést rakjunk fel, hiszen telek határa épült közvetlenül az ingatlan. Ez azért nagyon kérdéses, mert a szomszédnak is csak 2,45-ös bejárója van, tehát ha arra rárakunk 10 centi szigetelést, 2,35-re leszűkítjük. Még az is teljesen használható, de neki ott van egy olyan kapuja, ami rá van építve erre az ingatlanra, ott van már fölötte egy tető, tehát ezt úgy kell bevállalni igazából, hogy ezt elbontani, kijavítani, tehát rááldozni azt az 5-600 ezer forintot, hogy a szomszédnak áttépítsék úgy a dolgait, hogy fel lehessen rakni a hőszigetelést, de ezt jó lenne előre lepapírozni. Ha nem kapunk papírt erre, akkor is megoldható a dolog, ugyanis belső oldalon itong multiporral fogjuk tudni szigetelni, majdnem egyenértékűen a külső hőszigeteléssel, de a szomszéd felől akkor elég sokszor kell még majd javítani a tűzfalat, meg a hátsó oromfalat, mert teljesen más az, hogyha kívülről van hőszigetelés és nemes vakolat, mintha belülről van hőszigetelve, a fal jobban át tud hűlni, és úgy van levakolva, nem lesz igazából 20 éven keresztül tartós egy ilyen külső vakolat, le fogja dobni magáról, én mondjuk 10 évente, csúnya lesz. Jobb az, hogyha kívülről van hőszigetelve, és kívülről van nemes vakolatozva. Tehát itt már anyagilag egész jók vagyunk, ugyanis egy ekkora ingatlan felújított állapotában azért 100 millió, vagy kicsivel 100 millió fölött ér, tehát itt van egy, ha 50 milliós költséggel számolunk, ami nem feltétlenül lesz annyi, 40-50 között fog megállni, majd pontosan kiszámolom, akkor is van egy 10 milliós fungunk arra, hogy jól járjunk, meg még az árverésen esetleg egy kis tágulási határ van az összegekben. A negyedik ingatlan egy 90-es években épült, zársorúan összeépített lakóépület, földszint plusz tetőteres. Az átküldött hirdetésre én azt írtam, hogy ez tuti rezsizabáló lesz. A tetőtérben a hőszigetelést biztosan cserélni kell a teljes burkolattal együtt. Itt nagyon nagy kérdés az épület gépészete, mert pont olyan időszakban épült, amikor lehetett még horganyzott csöves vagy réz is a vezetékezés, villanyra értve. Kettő között van 6 millió forint felújításban. Ha régebbi minden, akkor 100 ezer forinttal lehet számolni, és akkor már nagyon nem okés a megajánlott vételár sem. Azt tudni kell, hogy azt írták előzetes infóként, hogy egy pár hónap előtt még 125 millióra tartották ezt az ingatlant, most lementek 95-re, 92-ig sikerült így előzetesen lealkudni. Az ezen a településen egy olyan ár, ami elfogadható, de 92 millióba, tehát ebbe a 90 és 100 millió közötti sávba már olyan ingatlanoknak kellene beleférni, amire nem kell 10 milliókat rákölteni. Az ingatlan nagyon jól van szerkezetileg megépítve, nincsen hőszigetelése, két fala van, amit hőszigetelni kell, az utcafront és a hátsó kert felőli fal. Nincsen hőszigetelés, a nyílászárók régiek, tehát a 90-es években levők. Tele van vasbeton szerkezettel az épület, mert hogy rendkívül jól meg van építve. Ez akkoriban azt jelentett, hogy tele rakták vassal és betonnal. Tehát sok helyen hőhidas.
Érdekes módon én azt vártam azért a 90-es évek elején épült épülettől, hogy a padlóban nincsen hőszigetelés, van, 5 centi került bele, vízszigetelése van. A tetőtérrel kapcsolatban viszont igazam lett, tehát látszik a hőkamerával is, hogy rendkívül hiányos a hőszigetelés, illetve egy poszdórja burkolat van belülről, létezés nélkül csak a szarufáknál rögzítve, belső párazárás nincsen, kisgyerekről beszélünk, gyakorlatilag újszülött, nagyon fontos az, hogy belső párazárás legyen, tehát a üveggyapot vagy közeggyapotnak a pora az ne tudjon bejutni a belső térbe, mert asztmát, illetve krupot okoz a gyerekeknél. Úgyhogy a teljes burkolatot, belső burkolatot le kell bontani, és újra szigetelni, újra gipszkartonozni, újra párazárni az egészet. Lemértem a felületeket, ez egy olyan 3-4 millió forintos történet. A fűtési rendszere meglepő módon jó, gyakorlatilag teljesen használható, tehát nem nagyon kell vele foglalkozni. Volt viszont a tetőtérben 5 darab ilyen boltívesen kialakított kutyaól, amiknek rettenetes a hőszigetelése, tehát nagyon vékony maga a szerkezet is, nem fér bele plusz hőszigetelés, ablakot is cserélni kell egyebek. Ezekre a kutyaólakra azért számolni kell ilyen alsó hangon 6-800 ezer forintot darabonként, de amik így visszajelzések jönnek, már inkább 800 ezer, 1 millió darabonként, mire ez fel lesz újítva, rendesen hőszigetelve lesz. És akkor ki kéne cserélni a nyílászárókat, mert rettenetesen régiek, elég rosszul csukódnak, záródnak. Tehát itt arról beszélünk, hogy a 92 millióra hát legalább egy 10-est rá kéne tenni még, akkor már azért nem igazán olyan az ingatlan, amire feltétlenül szükség van. Ami nagyon nagy hátrány ennél az ingatlannál, hogy úgy építették, hogy az utcáról közvetlenül belépsz gyakorlatilag a bejárati ajtón. Van egy ilyen beugrója a bejárati ajtónak, tehát van egy másfél méteres, hát nem előkerted, mert csak gyakorlatilag egy lépcső, meg egy tipegő, ahol meg tudsz állni, elővenni a kulcsot. Mint az angol, tipikusan ilyen angol sórházi épület, hogy járdáról majdnem a bejárati ajtón már be is mentél. Ez számomra eléggé problémás, tehát én biztos nem lakni ki a házban, mindegy, nem az én dolgom. Nappali rész süllyesztve van az összes többihez képest, tehát a konyha étkezőhöz képest. A konyha még a 90-es éveknek megfelelően el van dugva a sarokba, úgyhogy, és kicsi is ráadásul, úgyhogy egy kicsit ott át kell alakítgatni a dolgokat. Én azt gondolnám, hogy a nappalit fel kell tölteni szintbe, és akkor a elég nagy méretű szintkülönbséget áthidaló lépcső az nem veszel helyet, össze lehet nyitni ott a konyha étkező nappalit, át kell építeni, de megint milliókról beszélünk, hogy ez megoldódjon. Ami előnye az épületnek, hogy a zárcsorú összeépítés az úgy épül össze, hogy az egyik végében van egy kétbeállásos garázs, egymás mögé be tudnak állni az autók, ott lehet átmenni egyébként a kertbe is, és kertben van egy közepes méretű falazott betoncserepes melléképület, ami a vevőjelöltnek műhelyként funkcionálhat, tehát ilyen hobbi dologként, illetve a nagyméretű teraszt azt beépítették egy téli kerttel, ami megint csak sok milliós plusz szót ad az épülethez. Tehát ennél az épületnél az volt a konklúzió, hogy igazából nem rossz ez az épület, be lehet most is költözni, lakható is. Én a tetőteret mindenképpen megcsinálnám a gyerek miatt, tehát hogy nehogy még véletlenül sem forduljon elő az, hogy légzési nehézségeket, illetve későbbi légzési problémákat okoz neki ez a tetőszerkezet, meg hát pótolni illene a elég nagy felületű hiányosságokat a hőszigetelésben. De ezen kívül igazából lakható az épület, tehát ha most a nappalit nem alakítják át, ezt a süllyesztést, nem cserélnek most nyílászárókat, akkor azt mondom, hogy a tetőtér átalakításával egy 3-4 millió forintból ez orvosolható, lakható az épület, időtálló, mármint érték és időtálló, nem elvetendő egyáltalán. Még alkudni kellene azért belőle egy picit. Az utolsó ingatlan, az egy vevőjelölt is úgy írta le, hogy őrültségnek fog tűnni, de azért átküldi, mert ők a lehetőségbe beleszerettek. A hirdetésben az szerepelt, hogy ez egy 340 négyzetméteres lakóépület. Képzeljétek el egy ilyen C betűt, tehát össze van itt is építve a szomszédokkal, jó részt,
ikresen, egy C betű alakú az egész épület, tehát van egy hatalmas belső udvara, viszont körbe végig lakások vannak. 4 egységre bomlik külön az épület, 4 külső bejárattal, 3 gázórával, tehát viszonylag jól el vannak szeparálva különálló lakásokra az egész, és az egésznek be van építve a tetőtere mindegyiknek. Majd lesz erről egyébként külön videó, mert tanulságos ingatlan hirdetés szempontból. Előzetesen azt írtam rá, ja, a vételára az majdnem 90 millió, 340 négyzetméterre, vessük össze az összes többivel. Ja, tehát azt írtam rá, meglehetősen házilagosan barkácsoltak a dolgok benne, itt lehet bőven meglepi, mert szakember nem sokat láthatta. Inkább 20-25 milliót tartanék reálisnak a felújításra. Viszont ez az épület, mivel hogy több lakásra bomlik, ezért szerintem így előzetesen jól szakaszolható. Tehát egyikben lehet lakni, másik kettőt esetleg felújítani, úgyhogy nem vetettük el, elmentünk, megnéztük. Hát a házilagos barkácsolás az nagyon enyhe kifejezés rá. Képzeljetek el egy fafödémes épületet, régi borított gerendás fafödémes épület, ahol méterenként vannak a fafödém gerendák. Na most ezt ők fullba beépítették, se lépéshangátlás, se födém merevítés, minden nélkül. Tehát tényleg az van, hogy veszel egy levegőt fönt a tetőtérbe az egyik szobába, és megreccsen alattad a padló. Borzasztó állapotok vannak, tehát minden házilagosan barkácsolt, az egyik tetőtérbe építéses részen a nem sűrített fafödémre rátették a falazott válaszfalakat, össze van repedve minden. A gépészetek kuka az egésznek. Ez egy rémálom, tehát egy full rémálom. Azzal kell kezdeni az egészet, hogy mindegyiknek a tetőterét kipucolni a francba, leszedni róla mindent, és lehőszigetelni. És ennyi. Tehát ennek a tetőtere nem építhető be, nem lakható. Egyáltalán. Nincs, vagy, de nem. Egyáltalán nem. Már is lefeleződött ugyebár a négyzetméterünk, 170 négyzetméterre. Ebből a 170 négyzetméterből viszont a negyedik ingatlan rész az egy műhely, garázs, nyitott galériás tetőtér beépítéssel, tehát még azt sem lehet mondani, hogy komolyabb költség nélkül azt is lakhatóvá lehetne tenni, mert a beépített tetőtérben 5 centi hungorocelt raktak bele a lambéria fölé, se nem légtömör, se nem hőszigetelt, műhelynek oké, de egyébként semmire nem jó. Konvektoros fűtés van egyébként mindenhol. Aztán így közben akkor a földszintről is kiderültek dolgok, gépészete kuka, vizes blokkok áznak, hőszigetelés nincs a padlóba, vízszigetelés némelyik lakásrészen van, néhol nincsen. Gondolom, ahogy épült folyamatosan, úgy dolgoztak benne. Tehát ez így közel 90 millióért, úgyhogy ha számolunk egy 100 négyzetméter, tehát a három lakást, három földszinti lakást felújítjuk teljesen, akkor sem jön össze. Nagyon nem jön össze, és még bőven lehetnek meglepetések az ingatlanban, mert tényleg minden házilagosan barkácsolt, de a létező legrosszabb módon. Úgyhogy ez a közel 90 millió, ez nagyjából olyan 60-at érhet úgy nagyjából. Többet biztos, hogy nem ajánlanék meg érte, meg nem adnék érte, és borzasztó sok munka. Iszonyatosan sok munka. Tehát azt lehet mondani így végső konklúziónak, hogy az 5 ingatlanból 2 az, ami szóba jöhet. Az egyik az, ami 90-es években épült, és viszonylag kevés ráköltéssel egy lakható épület lehet belőle, ami szerkezetileg tök jó. Energetikailag, ha a tetőtér meg van csinálva, akkor használható, meg nem egy full rezsizamáló épület. Később is egyébként viszonylag jól értékesíthető, mert nem nagyon kell rá költeni, bár nyílászárókat, egyebeket már lassan majd cserélni kell. A másik az egy nagyobb projekt, ott a falvízszigetelés felújítása mindennel együtt. Én azt szoktam mondani, hogy egy épület full felújítása az 9-12 hónap, itt azért másfél évvel számolni kell. Tehát másfél évnek az albérleti költsége, pluszban elszámolva a 40-50 milliós felújítási dolgokat. Viszont ha sikerül alacsony áron megszerezni, akkor ez egy nagyon jó vétel lehet, hiszen még egy elég bő felújítási költséggel számolva is benne vagyunk
bőven a forgalmi értéke, a várható forgalmi értéke alatt az ingatlannak, és egy nagyon jól felújított, ha nagyon jól dokumentálva lesz, tervezve lesz, nagyon jól ledokumentált felújítást kaphat, a felújított épületet kaphat az érdeklődő, ha esetleg később értékesítésre kerül. Az ingatlan rohadt jó helyen van, én látok benne tervezőként fantáziát, de ezt be kell vállalni, meg hát meg kell nyerni az árverést előtte, mert most már olyan áron van, ami mozgatja a beruházóknak a fantáziáját is, természetesen úgy, hogy dózer és helyére húzni valami újat. Segítség lehet a mostani ingatlan piaci helyzeten, hogy ez azért nem annyira fekete-fehér, tehát itt lehet, hogy a beruházók is inkább kivárnak, mint hogy beletoljanak 40 milliót egy plusz bontást egy ilyen ingatlanba, plusz terveztetést. Nem biztos, hogy megéri nekik. Én most ezt látom jobbnak, de kellően szilárd, ezt mindig elmondom, kellően szilárd párkapcsolat kell hozzá, biztos anyagi háttér, és rohadt sok türelem. Köszönöm azoknak, akik végig szenvedték ezt a fél órát ezzel az öt ingatlan szemléjével kapcsolatban. Az öt ingatlanból az került megvételre egyébként, amit majdnem azt mondom, hogy a legkevésbé vártam. Ez a 340 négyzetméteresnek hirdetett, majdnem 90 milliós, 87 millió volt egyébként az irányára, és ez sikerült lealkudni 67 millióra, tehát 20 millió forintot ért ez a szemle, amit csináltam, illetve hát a vevőjelöltnek a áralkus rámenősége. Ahogy az előbb, nektek az előbb, nekem 5 hónappal ezelőtt elhangzott, hogy maximum 60 millióra tartottam azt az ingatlant, 67-re sikerült végül megegyezni, meg is vásárolták, zajlik a felújítási tervezése. Többi ingatlan értelemszerűen kiesett a Pixisből. Egy dolog lehet még érdekes, lassan már is vége van, 5 hónap telt el a eredeti szemle után. Második ingatlan, amiről szó volt, hogy vegyes falazatú, 5 hónap után visszatért, egy másik szemle kapcsán egy ugyanebben a városban lakó házaspár megkeresett, hogy meg kéne nézni nekik egy ingatlant. Elmentem, megnéztem azt az ingatlant. Teljesen kiesett a Pixisből, vályogfal, süllyedő előszoba, rossz tető, stb. Nem is lesz róla a videó, mert annyira szar volt. De az a lényeg, hogy utána beszélgettünk, és mondták, hogy hát lenne még egy jelölt, illetve hát több jelölt, de még egy konkrét jelölt lenne, ami viszont ehhez képest a belvárosban van, és mondták az utcanevet. Egyből bevillant, hogy én ezt láttam, keresés a Drive mappába, ott volt azonnal. Végre csönd van, hogy tudjak videót csinálni, és erre ez a rohadt dög beleugat. Szóval egyből bevillant, hogy én ezt az ingatlant már láttam, keresés telefonon, nem mondom ki a nevét. Ez hülye bazd, mert most meg fölkapcsolta a hálószoba lámpát. Na, szóval, egyből bevillant, hogy én ezt az ingatlant láttam már. Gyorsan elkerestem, Drive mappában megtaláltam az anyagot. Ezt meg is osztottam a házaspárral, ők átolvasták este, vagy átolvassák, és talomba rakták, hogy esetleg szóba jöhet ez az épület. Ott aztán kiderültek más dolgok, tehát a vegyes falazaton kívül, ami ennek a házaspárnak érdekes lenne, hogy a melléképületek milyen állapotúak, elég szar állapotúak voltak, tehát nagy valószínűséggel kiesik a körből ez az ingatlan, de jó volt látni, hogy nem is az, hogy még mindig nem tudták eladni, csak hogy időnként egy-egy ingatlan tőlem 100 kilométerre lévő városban vissza tud térni, és tudok segíteni kapásból, hogy mit lehet vele csinálni, illetve mit kell vele csinálni. Itt még egy érdekesség, hogy ennél az ingatlannál leszoktam menteni az eredeti hirdetést is, láttam a mappában, hogy az eredeti hirdetésben még 67 milliós ár szerepelt, ez most 5 hónap múlva 57 millió. Érdekes módon annak a idején a 67 millióra is azt mondta a tulajdonos, hogy teljesen ki van zárva bármiféle áralkú. Most az 57 millióra mondja azt, hogy teljesen ki van zárva mindenféle áralkú. Ennyit erről.
tehát ebből még szerintem még mindig lehetne alkudni, mert 5 hónap alatt gyakorlatilag nem kelt el az épület. Annak ellenére egyébként, hogy nem rossz, de azért jelentős mennyiségű pénzt kell rákölteni, ahogy előbb a videóban elhangzott. A lényeg tehát az egészből, hogy az 5 ingatlanból végre sikerült megvenni egy olyat, vagy kiválasztani egy olyat, ami jó lehet a házaspárnak, nagyon-nagyon jelentős áralkúval. Az áralkúban nekem jelentős szerepem volt, ugyanis a jegyzőkönyvek még nem készültek el a szemléről, viszont ezt a nyers videót, amiből az előző videó készült, ezt elküldtem a megrendelőnek, hogy addig is tudjanak gondolkodni az egészen. Ő megkérdezte, hogy megmutathatja ezt a videót az ingatlan tulajdonosának. Mondtam neki, hogy természetesen semmi akadály nincsen, és ezzel a videóval sikerült igazából 87-ről lealkudni 67-re ezt az ingatlant, ami azért 20 millió, százalékosan sem kevés, pénzben sem kevés, és gyakorlatilag így a 67 millióra ráköltve azt a becsült összeget, amiből kijöhet tényleg egy jó állapotú, korszerű ingatlan, az már azért egy jó piaci árat közelít ebben a városban. Mivel a felújítási terveket már készítem erre az ingatlanra, illetve művezetés kapcsán is rendszeresen jelen leszek az építkezésen, nagyon nagy valószínűséggel még lesznek videók erről az ingatlanról. Egyrésztről beszeretném mutatni ezt a rettenetes barkács megoldásokat, amik ott zajlottak ebben az ingatlanban, másrésztről pedig, hogy hogyan lehet ezt normálisan felújítani és energia hatékonnyá tenni az egész épületet. Gondolom, hogy ez így egy év múlva, fél év múlva jelentkezik majd videóként. Ha érdekel titeket, iratkozzatok fel a csatornára, tartsatok akkor is velem. Sziasztok!